Tavaszi fagy és nyári jég. A medgy, a dinnye és az alma termés átlaga is elmaradt a vártól. Kisvárdai fejlesztések. A városban többek között új stadion, sportszálló és egy különleges ökofilmpark is épül, valamint teljesen felújítják a várat. Tűzijáték otthonra. Már vásárolhatók pirotechnikai termékek, de azok csak szilveszter este használhatóak. Rossz évet zártak a gyümölcstermesztők idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A medgye, a dinnye és az alma sem érte el a várt termésátlagokat. Ezt főleg az időjárási viszontagságok okozták. A tavaszi fagy és a nyári jég tette tönkre a gyümölcsösöket. A dohány termés is visszaesett idén. 400 hektárnyi volt a kiesés 2016-ban. Több gyümölcs és szántóföldi növény magyarországi termés mennyiségének nagy részét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében állítják elő. Az Agrárgazdasági Kamara folyamatosan koordinálja a betakarítási munkálatokat, együttműködve a gazdákkal. Eredményeik alapján az idei év kedvezőtlen volt a mezőgazdaság számára. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a Magyarország átlagához hasonlóan, talán napraforgóból még inkább magasabb átlag született, mint az országos átlag. Elég jó áron a kukorica a tavalyi aszályos évhez képest szinte megduplázta magát, úgyhogy az árával vannak egy kis problémák, de amilyen nagyobb mennyiséggel termett, amilyen termés átlag kialakult, talán ez a közepes ár szint alatti ár is kompenzálja azt a bevételt a magas termés miatt. A kalászosok jó termés hoztak idén, azonban itt is az árral volt probléma. Az étkezési búza ára még jelenleg is 4000 forint körül van. A gyümölcsök számára kedvezőtlen volt az év, sem a medgy, sem pedig a dinnye nem hozta a várt termés átlagot. A magyarországi medgy és dinnye termés több mint egyharmadát Szabolcs megyében állítják elő. Tavasszal az alma is lefagyott két járásban a megyében, így azok nagy részéből léalma lett. Ott, ahol nem a tavaszi fagy pusztított, a nyári jégeső tette tönkre az almatermést. Így azokat is 17 forintos léalmának tudták eladni a gazdák. A termelőket érintette továbbá néhány változás 2016-ban. Az egyik ilyen, hogy december 31-én lejárnak a régi típusú őstermelői igazolványok, azok is, amelyeket korábban érvényesítettek. Egy ilyen kártyaszerű őstermelő lesz helyette, ami mindenféle tevékenységet, illetve a földterületen termelt árukat tudja regisztrálni, rögzíteni, úgy az ellenőrzések könnyebbek lesznek. Próbáltunk jogszabálymódosításokkal a káranyítési alapnak a hozamkiesésének a kiszámításába besegíteni a minisztériumnak. Sikerült elérni, hogy a üzemi szinten a 30%-e 15%-ra csökkent, illetve ha egy adott kultúrában a 30%-ot meghaladja a kár, annak a kár megállapításnál már nem vonják össze más termékekkel. A Magyarországon termelt dohány 85%-át itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében állítják elő. A gazdák idén közepes termésátlagot tudtak betakarítani. Késő tavasszal az aszályos idő, majd a nyári jégeső is kárt tett a földeken. 400 hektárral kevesebb volt a dohánytermés. Gazdasági szempontból is kedvezőtlen volt az év. Az ULT Magyarország ZRT ugyanis idén megszüntette a nyíregyházi feldolgozó egységét. Több milliárd forintos fejlesztések valósulnak meg a közeljövőben Kisvárdán. A városban többek között új stadion, sportszálló és egy különleges ökofilmpark is épül, valamint teljesen felújítják a várat. A legtöbb beruházás előkészületei már zajlanak, sőt, akad olyan fejlesztés, ahol már a kivitelezési munkálatok is elkezdődtek. Már dolgoznak a munkagépek, hamarosan elkezdik építeni a kisvárdai stadiont. Az új épület látványtervei már hónapok óta láthatóak az interneten is. A 2500 férőhelyes sportlétesítmény, amelynek befogadó képessége szükség esetén akár 5000 férőhelyre is bővíthető, várhatóan 2017 őszére készül majd el. Ez pedig már a sportszálló leendő helye, az építkezés már elkezdődött. A munkálatok szomszédságában van a kisvárdai vár, az épületet hamarosan teljesen felújítják, ennek látványtervei is megvannak már. Teljes egészében a vár újraépül, úgymond időzielbe, tehát rekonstruáljuk a várat,
hogy kap egy olyan modern funkciót is, ahol installációkat lehet majd megnézni, amellett, hogy a régi síjeket, ugye a itt talált leleteket. Ezen kívül a vár mellett felépül egy nagyon modern strandfürdő balneológiával, látványelemekkel, és hozzá kapcsolódóan egy ökofilmparkkal. Ennek a ötlete onnan jött, hogy Kisvárda és környéke nagyon sok filmes származik, és innen kezdtük el ötletelgetni, vagy ötleteltük, hogy ez erre kéne építeni, hogy más legyen, mint más helyeken a fürdőhelyek. Ezek a felvételek tavaly nyáron készültek a Lesz Fest egy új üde színfoltja Kisvárdának. A fesztivált 2017-ben is megszervezik, harmadik alkalommal. A zenei és sportrendezvényre nem csak a megyéből, határon túlról is érkeznek vendégek. Bízva abba, hogy a elmondott fejlesztések miatt a turizmus megnövekszik Kisvárdán, egyik is jelentős turista forgalom volt, főleg Szlovákiából. Most úgy gondolom, hogy szálloda mellett és a látványelemek mellett sokkal többen fognak jönni. Emiatt az átmenő forgalom nagy lesz. Épül két körforgalom a belvárosban, ami tehermentesíti az ott lévő csúcsidőket, ami viszont a legfontosabb, hogy mind éjszakon, mind délen épül egy Kisvárdát teljesen elkerülő út. Tehát a teherforgalom Kisvárdáról tulajdonképpen úgymond kitiltható, elkerülhető lesz majd Kisvárda. A városvezetés egyik kiemelt szándéka a fiatalok Kisvárdán tartása, ezért több céggel is tárgyalnak, hogy megfelelő munkahelyet tudjanak biztosítani számukra is. Kifosztás gyanúsítottját vették őrizetbe Ófehértón. Egy 81 éves nő otthonában rosszul lett, eszméletét vesztette, majd arra ébredt, hogy egy idegen férfi kutakodik a házában. Az ismeretlen ellopta az idős nő pénztárcáját, majd rázárta az ajtót, és a kulccsal együtt elmenekült a helyszínről. A rendőrök a helyszíni szemlét követően a kertben talált lábnyomcsapásról nyomkövető kutyát is indítottak. Egy két hete felavatott utásszolgálati névre hallgató kutya találta meg a 25 éves gyanúsítottat saját otthonában. A férfi nadrág zsebéből ugyanis előkerült az asszonyházának a kulcsa. A korrupció és a foglalkoztatási statisztikák kozmetikázásának éve volt 2016, vélik Szabolcs-Szatmár Bereg megye jobbikos politikusai. Az ellenzéki párt nyíregyházi évértékelő tájékoztatóján Adorján Béla megyei elnök kiemelte, óriási a munkaerőhiány. 2014 óta több mint 10 000-en hagyták el jobb lehetőség miatt Szabolcs-Szatmár Bereget. A Jobbik országos alelnöke Fülöp Erik hozzátette, az európai bérkiegyenlítés elérése a célja a Jobbiknak, ezért gazdasági, szociális uniót kellene létrehozni. Apáti István, a párt szóvivője, a megyei sikerekről is szólt. Mint mondta, a Kocsordon jobbikos polgármestert választottak idén. A politikus hozzátette, az egészségügy helyzetén javítani kell. Sajnos a magyar egészségügy egyre betegebb, és egyre nehezebben gyógyíthatók a gondok. Nem csak nagyobb dolgozó és orvosi béremelésre és a dolgozók itt tartására lenne szükség, hanem a központi intézményeken, a nagy kiemelt intézményeken túl, például Mátészalkai területi kórházak és a megyei kisebb egészségügyi intézmények műszeres építészet és egyéb korszerűsítésére, és a gyermekellátástól egészen a sebészeti vagy a traumatológiai ellátásig bezárólag a szolgáltatási szint legalább 2010-es szintre vagy 2006 előtti szintre történő visszaemelésére. Már vásárolhatók pirotechnikai termékek, amelyeket idén is csak néhány órán keresztül, december 31-én 18 órától, január 1-én reggel 6 óráig lehet majd használni. Aki ezt az időpontot nem tartja be, akár 150 000 forintos bírságra is számíthat. Duroktatni valót pár száz forintért is lehet kapni, de akadnak olyan tűzijáték telepek, amelyek 30 vagy akár 40 000 forintba kerülhetnek. A tűzijátékot árusító helyeken a vásárlók kisebb és nagyobb, olcsóbb és drágább termékek közül választhatnak. Ez az úgynevezett sárkánytojás, amely pár száz forintba kerül. Érdemes tudni, hogy Magyarországon továbbra sem szabad birtokolni és felhasználni petárdát, a legálisan megvásárolt pirotechnikai termékeket pedig minden esetben célszerű szilveszter éjszakáján felhasználni, hiszen a hatályos jogszabály értelmében azt később már nem lehet. A termékek között több kategória van. Az egyes kategóriát azt 16 éves kortól lehet vásárolni, egyébként azokat évközben is lehet kapni, és egész évben el lehet használni. Kettes-hármas kategóriát csak 18 év fölöttiek vásárolhatnak, és azt nem is lehet használni, csak 31-én
este 6 órától másnap reggel 6 óráig elhasználni. Az értékesítők arra hívják fel a figyelmet a közrend és a közbiztonság érdekében a magyar nyelvű tájékoztatót és használati útmutatót mindig figyelmesen olvassák el és kövessék a felhasználók. A telepek a legegyszerűbben kezelhetők, ezeket csak le kell állítani, egy agyagréteg van az aljában, ami gyakorlatilag stabilizálja a telepet, és csak meg kell gyújtani a gyújtózsinort, hátralépni és lő a tűzijáték. A rakéták veszélyesebbek, arra hívnám fel inkább a figyelmet, mert azokat üvegből kell indítani, hát semmiképpen sem kézből, a legkisebbeket sem, és meg kell támasztani az üveget két oldalra, hogy biztosan ne boruljon és ne más irányba menjen, mint ahová kell neki. A vásárló a fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú tűzijátékot 2017. január elején köteles visszaszállítani a forgalmazónak, akinek kötelezettsége az ilyen termékeket visszavennie pénz visszaadása nélkül. Szennyvíz beruházás, útépítés és járdakorszerűsítés. Többek között ezeket a beruházásokat valósította meg az Apagyi Önkormányzat ebben az évben. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Felemás esztendőt zár a Nyíregyháza Spartacus. A csapat az NB3-ban bajnoki címet szerzett és feljutott az NB2-be, ahol azonban csak a 10. helyen zárta az őszi szezont. A nyíregyházi kétball csapata nyerte a 7. Fuxtec Sunshine FM műfüves foci tornát. A 2. helyen a Diégós fiúk, a 3. pedig a Real Tate együttes végzett. Szennyvízberuházás, útépítés és járdakorszerűsítés. Többek között ezeket a beruházásokat valósította meg az Apagyi Önkormányzat ebben az évben. 2016 a felkészülés éve volt a település számára, több pályázatot is beadtak. Fő céljuk a turizmus fellendítése, az Apagyi Halastó mellett egy turisztikai központ kiépítését tervezik. Mintegy 700 millió forintos fejlesztés előtt állhat Apagy. Az önkormányzat a felkészülés időszakának tekinti a 2016-os évet. Gazdasági, energetikai és turisztikai fejlesztésekre is adtak be pályázatokat. A tervezés mellett beruházásokat fejeztek be idén, és a köztereket korszerűsítették. Befejeztük a szennyvíz beruházást, ami egy nagy vonalon beruházás volt. Ez áthúzódott még 2015-ről. Ez azzal is járt, hogy a településnek 95%-án portra indított útépítésre került sor. Ezt követően pedig, mivel a uniós források még nem érkeztek el ebbe az évben a településre, a pályázatokat készítettük elő, valamint a közmunkaprogram keretében nyílt arra lehetőségünk, hogy parkosításokat, betonjárdákat építsünk ki az utak mentén, illetve belvizelvező csatornáknak a kiépítése zajlott. A településen idén 150 millió forintot fordítottak közmunkára, összesen 140 főnek biztosítottak így munkát. Az ő feladatuk volt egyebek mellett a filagória építés a sportpálya mellett, illetve szeméttároló faedényeket helyeztek el Apagy több pontján, amelyeket helyben gyártottak. 2017-ben topos forrásokra számít a település, két pályázatot is beadtak. A hivatal épületét, valamint az idősek otthonát szeretnék korszerűsíteni. Nyílászárók cseréjét, illetve hőszigetelési munkákat terveznek. A másik projekt a turizmus fellendítését szolgálja. Ebből a szempontból az Apagyi Horgásztó a központ. Erre 100 millió forintot szeretne költeni az önkormányzat. Ha a térséget tekintjük, akkor egy turisztikai csomagként a térségben vannak olyan turisztikai elérhetőségek, amit a munkat is rá lehet fűzni. A tónak a látogatottsága igen kiemelkedő, körülbelül 6-7 ezer fő van évente, aki látogatja ezt a horgásztavat. Mi erre építjük a turisztikai fejlesztésünket is, és bízunk abban, hogy a környező településekkel együtt gondolva a turisztikai csomagként ezt tovább tudjuk értékesíteni és javítani. A tó a helyiek szerint Apagy ékessége, a régi időkben kenderáztatásra használták. Amikor a kendertermesztés megszűnt, a tavat teljesen elhanyagolták, csak a leveleki víztározó megépítése után lett állandó vízszintje. A haltelepítés a 90-es években kezdődött, azóta folyamatosan nő a tó látogatottsága. Az önkormányzat, ha forrást nyer a pályázaton, már jövőre elkezdi a turisztikai központ kiépítését. Köszönöm.
Felemás esztendőt zár a Nyíregyháza Spartacus. A csapat az NB3-ban bajnoki címet szerzett és feljutott az NB2-be, ahol azonban csak a 10. helyen zárta az őszi szezont. A cél továbbra is az NB1, a Spari január 4-én kezdi el a felkészülést, amelybe két törökországi edzőtábort is beiktattak a vezetők. Napsütéses tavasz, borongós ősz. Röviden így lehetne jellemezni a Nyíregyháza Spartacus 2016-os évét. A tavaly az NB3-ba száműzött piros-kékek az esztendő első felében hozták a kötelezőt, bajnoki címet szerezve jutottak fel a másodosztályba. Nyáron több alapembernek számító légiós távozott a csapattól, helyükre magyar futballisták érkeztek. Az őszi szezon első felében még jöttek az eredmények, a 10. fordulóban a tabella élén állt a Spari. Aztán viszont egyre több játékos dőlt ki sérülés miatt, és a sikerek is elmaradtak, így a 14. fordulót követően edzőt cserélt a klub vezetése. Végül 8 győzelemmel, 5 döntetlennel és 7 vereséggel a 10. helyen tölti a téli szünetet a nyíregyházi együttes. Volt ettől jobb évünk, sokkal jobb, meg remélem, hogy lesz is. Igazából elég vegyes évet zártunk. Az első fél évben még hoztuk a kötelezőt, mert az NB3-os bajnokságot megnyertük. Feljutottunk a NB2-be vállalásunk szerint, és akkor jöttek a problémák. Fiatal a szabály, külföldi szabály, aztán majd később edzőváltás, ügyvezetőváltás, egy rendkívüli sérülési hullám sújtotta a csapatot, úgyhogy elég zaklatott évet zártunk. Ennek ellenére nem magyarázható a helyezésünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon értékes pontokat veszítettünk el hazai pályán. Azok a könnyen elszórt pontok, ha megvannak, most ott lehetnénk a dobogón. Weber György irányításával 6 meccsen 8 pontot szerzett a csapat. A szakember ezzel a szerepléssel nem elégedett, viszont talált a jövőre nézve biztató jeleket a közös munka során. Azzal nagyon elégedett vagyok, ahogy a csapattal összecsiszolódtunk, ahogy pillanatok alatt felvették azt a munkatempót. Tehát az edzéseken már nagyon-nagyon jól működnek dolgok, ez biztos, hogy vissza fog tavaszra köszönni, mint ahogy azért néhány mérkőzés ciklusaiban már láttam ezeket a jeleket, de ez az idő szerintem ennyire volt elég, hogy ezeket a úgymond összeszokó dolgokat megvalósítsuk. Kicsit szerintem javult a csapat erőnléte is, gyorsasága, és hát más futballt játszott, mint ahogy azt gondolom előtte volt. Más stílust próbálunk meghonosítani, hát ehhez aztán végképp idő kell, úgyhogy téli felkészülés rejti ebbe majd a nagy lehetőségeket. A felkészülést január 4-én kezdje el a Nyíregyháza Spartacus. A klub vezetése nem gördít akadályt Pöröskei Péter, Heffler Norbert, Barna Szabolcs és Ács Ádám távozása elé. A csapat kétszer is elutazik Törökországba, hogy a lehető legjobb körülmények között készüljön fel a bajnokság tavaszi folytatására. A cél ugyanis továbbra is az NB1-be jutás jelentő első két hely valamelyikének megszerzése. A nyíregyházi két bal csapata nyerte a 7. Fuxtec Sunshine FM műfüves foci tornát. A második helyen a Diégus fiúk, a harmadikon pedig a Real Tate együttes végzett. A Filo Sportcentrumban 28 csapat lépett pályára. Karácsony másnapján már pattogott a labda a nyíregyházi Filo Sportcentrumban, a 7. Fuxtec Sunshine FM műfüves focitorna kiváló alkalmat biztosított arra, hogy a játékosok lemozogják az ünnepek alatt felszedett plusz kilókat. A kétnapos rendezvényre 28 csapat nevezett. A megyebeli együttesek mellett a szomszédos megyékből és a határon túlról is érkeztek részvevők, az alkalmi csapatokban pedig NB1-es és NB2-es futballisták is pályára léptek. Az időpont is vonzó lehet, ugye itthon van mindenki, ráérnek a játékosok, nincsenek bajnokságok, se kispályán, se nagypályán, illetve maga a műfű is azt mondom, hogy csalogató lehet, hiszen sok torna sportpadlón van megszervezve, vagy parkettán, és itt Kelet-Magyarországon ez egyedülállónak mondható, hogy egy 5x2-es kapura műfűen oldalt palánkkal játszhatnak a játékosok. Az NB2-es Kisvárdát erősítő Fodor András edzői engedéllyel vett részt a tornán, amely szerinte jó szolgálatot tesz a téli felkészülés kezdete előtt. Így a holt szezonban nekünk is jobb, hogy nem csak amit edzésprogramot kaptunk, a száraz futás, hanem azért játék is van benne. Szolgálja a téli felkészülésünket, aztán nem olyan nehéz visszamenni edzeni január 9-én, ugye, mint amikor nem csinál az ember semmit.
A tornát végül a nyíregyházi két bal csapata nyerte, a megyebeli NB1-es és NB2-es játékosokat felvonultató Diégus fiúk és a Reáltate előtt. A gólkirályi címet a Diégus fiúknál szereplő Kapacina Valer szerezte meg, a legjobb kapusnak a kétbalos Sánta Tibort, a legjobb játékosnak pedig a Diégus fiúkat erősítő Fodor András választották meg a szakemberek. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Rossz évet zártak a gyümölcstermesztők idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A medgy, a dinnye és az alma sem érte el a várt termés átlagokat. Ezt főleg az időjárási viszontagságok okozták, a tavaszi fagy és a nyári jég tette tönkre a gyümölcsöket. Több milliárd forintos fejlesztések valósulnak meg a közeljövőben Kisvárdán. A városban többek között új stadion, sportszálló és egy különleges ökofilmpark is épül, valamint teljesen felújítják a várat. A legtöbb beruházás előkészületei már zajlanak, sőt akad olyan fejlesztés, ahol már a kivitelezési munkálatok is elkezdődtek. Már vásárolhatók pirotechnikai termékek, amelyeket idén is csak néhány órán keresztül, december 31-én 18 órától, január 1-én reggel 6 óráig lehet majd használni. Aki ezt az időpontot nem tartja be, akár 150 ezer forintos bírságra is számíthat. A Kölcsei Televízió iradóját látták december 28-án szerdán. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért látogassák honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, térségünk időjárását egyre inkább a tőlünk nyugatra elhelyezkedő anticiklon alakítja. Az éjjel időnként megnövekszik a felhőzet, hózápor előfordulhat néhol, az északnyugati szél megélénkül, reggel általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként megnövekszik a felhőzet, de sok napsütés is várható, csapadék nem valószínű, az északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Pénteken a kötfoltok néhol megmaradhatnak, hazánk nagy részén azonban napos száraz időre lehet számítani. A hétvégén többnyire erősen felhős párás, helyenként ködös idő várható, hétfőn napközben sem valószínű még számottevő csapadék, este felé azonban előfordul eső, ónos eső. Kedden több helyen is kialakulhat havazás, délen és keleten havas eső, ónos eső is. Jövő héten újból hidegebbek lesznek a nappalok, sok helyütt maradhat 0 fok alatt a csúcsérték.